Hellóztok! Na hát folytassuk a tekitet. Ebben a részben egy újabb boss fightot terveztünk, de először ugye, mint az előző részben is említett, ásót, egy Dark Matter ásót szeretnénk készíteni, plusz egy mondd ezt azt a gyűrűt, amit Ja, a akarsz. Black Hole Bandet. Csak közben itt arra készültem, hogy azt is mutatom, hogy mennyi gyémántot sikerült kihozni ugye az összesen az egészből, miután mindent beolvasztottunk. 64 plusz 42-t, és összesen 108 darab gyémánt, ami igen, csak szép ahhoz képest, hogy mondjuk egy 15 percet voltunk mindössze lent. Úgyhogy hát egyelőre akkor ezeket a meglévő kemény 20-hoz berakom. És akkor ezzel együtt több, mint két teljes stacknyi gyémántunk van. Igen, el is akartam kérni a... El is akartam kérni tőled a Philosopher's Stone, de aztán rájöttem, hogy anélkül is tudok most egy kicsit fiolt csinálni. És meg nincs is nálam. Itt van a izébe. Szóval én viszont a Black Hole Bandet szeretném megcraftolni, úgyhogy... Nem. Volt kettő, nem? Ah. Úgyhogy ahhoz előbb nekem kell egy ilyen gyűrű, amihez kell láva, és az pedig nem igazán van nekünk, úgyhogy... Úgyhogy fogok szépen egy vödröt, és leugrok láváért. BRB. Juppi. Szerencsére ezt az ásót nem olyan bonyolult elkészíteni. Hát igen, ugyanolyan, mint az összes egy, az alapja. Egy gyémánt blokk. A gyémánt blokk kéne középre. Én is vissza is jöttem a lávával. Hopsz, leraktam a faházunk közepére. Bocs. Ó-ó. Ennyi. És majd nézzem csak meg. Kilopok egy fél stacknyi gyémántot. Először is azért, hogy csináljak egy adag. Mondjuk három láva elég, ugye? Bőven elég. Egyet felhasználok, kettőt meg. Főleg, hogyha a padlón végzi. Ott. Jó, kész van az ásó. Minek ide vödör vagy? Ezt csak én nem raktam vissza, ezek szerint. Közben figyelemmel követem itt a gyűrűt. Így kell az alapgyűrűt. És... Csak ezt ugye nem szedte le. És akkor itt a gyűrünk, és akkor úgy kell csinálni ezt, hogy csinálnál, ha már csinálsz, vagy már kész vannak a Dark Matterek? Hát kész, elkészítettem a Dark Matter ásót. Jó, mindegy, nekem is. Ja, hogy az ásó is kész van már, oké. Okay. Nekem viszont akkor még kell kettő darab, úgyhogy átpasszolnád még azt a maradék félsztaknyi? Micsodát? Csinálok én, ja várjunk csak, pont felhasználtuk hozzá fiolt. Az baj. Mit használtuk fel? Mindegy, akkor hát, ja nem, itt van még egy, de jó. Akkor gyorsan készítsük. Igen, azt, ne, de... azt még ne használd el, hanem igen, nekem is abból kell még egy adag. Ezt sokszorosítjuk szépen. Egy fél stackit mondjuk meg is lehetne. Védni. És még kellene egy adag. És rá egy gyémánt. De egy gyémántba kerül egy ilyen. De tudom. Jó, akkor el is lopok itt 18-at. Ezt meg elhajítom. Hát ezt meg behagyom akkor, hogyha majd jól lesz. Védni. Na és akkor van két Dark Matterem, ugye. Ezt így rakjuk, középre a ringet, és most kell egy adag pókfonál. Nem tudom, hogy miért, de pókfonál kell. Pókfonál. Van itt, van itt. Azért. Azért. Nem is kevés. Így né, és akkor azt alulra és fölülre is berakjuk. Így né. Még kukkansz meg. Ez az elkészítése Black Hole-ben. És magához vonza a dolgokat? Igen, és nem csak simán magá, hanem hozzám vonza a dolgokat. G-vel tudjuk aktiválni, és látod, hogy sár, vagy rózsaszín lett, vagy mi ez lila, nem tudok beszélni. Látod, hogy lila lett? Az a baj, hogy én nem látom, hogy a kezedben lila lett. Ja, várjál akkor, hát nézd meg, vedd fel, és nyomj egy G-t, ha a kezedben van. Aha, viszont így jól látszik. Igen. El is dobok ide egy húst. Boing, tök jó. Ja, pláne ha messzebb is fel maradj, ott is kapcsolt be. Na mindegy, akkor majd... Be van kapcsolva? Aha. Ha minden igaz, 7 blokkról. Ami most úgy nem igazán be van, jó? Boing. Hát köbben ennyire. Hogy messzebbről, az mindenképp látszik, hogy messzebbről. Úgy emlékeztem 7 blokk, de akkor lehet, hogy ez nem csak a Void Ring, az a nagyobb, na mindegy. Az egy és az a legjobb benne amúgy, hogy... Ha a táskába rakjuk, akkor is működik. Szóval, ha berakjuk egy alchemical bagbe, akkor oda szívja be alapból az összes dolgot. Úgyhogy azt hiszem én ezt így most ott bekapcsolva benne is hagyom. Lehet, hogy erre még ki kéne kapcsolni, amíg nem bányászunk, de... Már bár nem fogyaszt semmit, ez is benne egy nagy pozitívum, hogy a legtöbb varázs gyűrű
Aha, ahogy nézem, berakom az elkemikábekbe, automatikusan bekapcsol. Na mindegy, akkor bemaradt kapcsolva. Ne így el semmit, mert az hozzám kerül. Na jó, megyünk? Megyünk egy boss? Jap. És akkor megvan nálad az első, mi? Beragadó billentyű. Igen, nekem is előző rész elején túl sokat nyomkodtam a... Aha. Na és hát akkor szerintem most egy picit fölgyorsítva majd át. Jaj, az az a legjobb. Ja. És akkor majd mindjárt visszatérünk. Igazából nem tudom, csak annyit akartam mondani, hogy szép ez a Giga Vulkán. A Giga Vulkán. Nem, tényleg jól néznek ki ezek a vulkánok. Aha, igen, igen, nagyon király. Nem tudom, de ezt nem tudom megbecsülni ezeket. Geniális. Na, jó. na, go! Nak. Neked meg a gatyád lelóg, és közben azért... mozog, érdekes. Búgos, közben ide-oda csúszkálsz a Minecraft-re. Hát igen, a Minecraft meg a csónak az a Minecraft-ban két legtöbbször bágozódott. Hát mert java, szóval hogy ez nem játékra van kitalálva, és ez ilyen eseteknél meg is mutatkozik. És nem csak az ilyeneknél. Hopsz, azt hiszem elment a Minecraft-om. Nagyon nem megáll szerencsére. Jó, hát... És eltűnt a Minecraft-om? What the hell? Minecraft. Szétütöttem és elpárolgott. Ja, beszívta a táskám, oké. Okay. Ja. Párolgat be, csak mennyiszem az inventory-be sehol, mert bezéztem. Milyen praktikus. Nos, hát akkor itt is vagyunk, na. Ugye? Aha, nagy nehezen visszalagdostam a... Éppen este leledik király, na mindegy. Végülis ki van világítva. Kardom, jetpackem. Föltöltve. Na. EB, spawn. Zombie king lesz a következő. Ellenséges szörny. És arénába. Zombie King? Aha. Okay. Ama! Ott van! A megtestes. Nem valami Spider Queen konosz. Volt? Nem, vagy a Spider Queen az, az 500 HP-val többje van, mint ennek. Ennek csak 1000 HP-ja van. És ami szerencse, hogy ez nem egy olyan gyors mob, mint az a... Igen. Mit tudom és én, ilyen fene. Ez így jó lesz. Ha, szegény. Talán, nem, bár gondolom idéz valamit, vagy csinál valami mást is, nem? Hogy ez így hagyja, hogy megöljük? Ha, nem tudom, itt most valamit mondott valami gonoszod, de nem igazán. Én nem figyeltem. Hát ez úgy nézem, hagyja, hogy megöljük, nem igazán tesz ellene semmit. Ugyan is, azért üt. Oppa. Na azért csinál ez valamit. Na, hagyjuk csak egy villámot csapott belém! Segítség! Ennyit a csak egy villámot csapott belénkről. Na, és nekem így is mindjárt meghalok, fél HP-n van. Mi a fene, ez így későbbre tartogatta az erejét? Oh, gyönyörű látvány. Gyorsan Black Hole Band. Na, miért nem szippantotta be a táska? What the hell? Na, mondjad a lootot. Csak valamiért így a fele itt van, a fele ott. Nem mindegy, akkor mindegy berakok a táskába, hogy lássam együtt. Jó, ne is van. Szóval, 5 darab aranyháma. 17 hús. 1, 2, 3, 4, 5 darab STR2-es poti. És 6 darab gyémánt. Ezeket mindent én kapom be nálam a gyűrű, és így beszippantja, hogy eldobom. De nem baj, kiloptam egy szóval, és szóval, hogy ez a loot. Na jó. Várva várt boss legyőzés. Verhome? É, ott hagytuk. Ez az aréna, szerintem. Vagy direkt hagytuk ott a bedrockot. Ja, igen, én is azt hiszem igaz elején, de nem jó az ott. Hát jó, akkor maradjon. Zavar. Szerintem tök jó lett ez az aréna, kár, hogy nem igazán használjuk kb. Semmire. De azért, hogy kitettük magunkért? Ide húztunk egy ilyen arénát pár boss fightért. Micsoda hát pazarlás. Hát szerintem amúgy most még maradék időben visszakúszhatnánk a bányába. És akkor most ugye tudunk már egyenes vonalba is haladni, ergo nem kell össze-vissza, meg gyorsabban is. Opa, én meg úgy hagytam véletlenül a nanoszébört a nagy lootnak az öröméből. Meglátásának az öröméből. Vagy valami ilyesmi. Úgyhogy... Ja, szóval, hát akkor szerintem... Azt is meg lehetne, hogy azt is gyorsítjuk most. Mit szólsz? És akkor úgy több időt tudnánk bányászni, és több anyagot. Én benne vagyok, hogyha azóta nem... Vagy hát, hogyha nem lesz közben semmi olyasmi, amit mindenféleképpen megbeszélésre méltó... Akkor azt majd kilassítjuk. De ja. Kilassítjuk. Belassítjuk. Jó, oké. Okay. Ja, úgy.
Jap, na hát akkor Go, go, go. hajrá bányászni. Mondjuk itt. Erre. Ó, oh. Nem, Jött nem jó. össze. Épp-cével. Na és akkor én fákjázok. Mindenig a szippantam be a cuccokat is, úgyhogy most nem is kell annyit várni. Szép pancs. Szippantok én. Igen. Most ahogy nézem, ez így király. És akkor így nem maradok le legalább tőled, és így tudunk magsebességgel haladni. Hirtelen egy adag lávafalt így, hol vagy, mert... Hát átmentem, én átsiriszoltam alatta. Mária, akkor már csak gyorsan. Na ilyet se láttam még, egy NPC bánya bedrock szinten. Not bad. Ó, kedvencünk a kis cave spiderok, szerencsére téged támadnak és nem engem. Melyet? Foltozom közben mögöttünk dolgokat. Nem tudom, nem szükséges. Hoppá! Ah, nem szükséges. De kéne egy kicsit foltozni. És téged befoltozlak? Nem, azt nem értek egyet vele. Egy nép így jó lesz. Oh talán. My god! Visszavonulás! Á, kiszedem! Oké, kiszedtem. Láva fölül még gyorsan. Akkor most hazamegyünk, ugyanis, mint láthattátok, nagyon hamar megtelt az inventorium, ugyanis eszméletlen gyorsan haladunk, úgyhogy lecraftolom azt a másik trinketet, ami majd segít azzal, hogy átalakítja, és így soha nem telik meg az inventorium, mert az mindig átalakítja egy egyel drágább cuccra, akár Red Matterre is egyből a dolgokat. És akkor eleve itthon már nem kell szenvedni, csak az érceket kell kiolvasztani meg egyébként is. Na akkor én igazából most ami van, azt gyorsan még berakom ide a átalakítatni abba a cuccba. Ja, én is ezen vagyok. Írni. Ja, de fölülre egy gyémántot kéne, van nála gyémánt? Ezt nálam kéne keresni. Megnézhettem az értékeket. Így elkeresek egy gyémántot. Írni. De beteheted azt a fuelt is, nem? Jobb a gyémánt szerintem. Már igazából ugyanannyi az érték, úgyhogy olyan szempontból be lehet rakni. Aranyalma azt ne olvasszuk be, ugye? Aranyalmát? Igen. Mert ugye esett a bossban, meg a potikat is kirakom. Ugye az infrast esett a bossban. Meg az aranyalmát is ide, meg akkor már most is. Úristen, mennyi minden. Hihetetlen. Igen, és hát még van most 9 tungsten ore. Tényleg nem rossz módszer. Kirakat arany. És ugye még gyorsabb, vagy még tovább tudunk lemaradni, ha most lecraftolom azt a cuccot.
amivel átalakítom, és akkor nem kell miattam ugye följönni, mert nem telik be az inventory. Azt is lehetett volna, hogy átpasszolom a teli izé, alchemy bagemet, és még lent tudtunk volna maradni egy picit, és mindegy. Szóval úgy értem, hogy én átpasszolom a telimet, te pedig a te félig üres vagy üresedet. Mindegy, mondom, megcsinálom azt így is, úgy is meg akartam. Meg a void ringhez kell. És void ring is egy jó dolog, ember az még messzebb van, mert ahhoz két red matter kell. És a red mattertől még picit messzebb vagyunk, ember ha ilyen sebességgel haladunk, pár részen belül majd az is beköszönt. Ejha. Nikolaj. Megint teljesen tele van. Ez egy szép látvány. Hát, ja. Na jó, elkiszedem akkor azokat a cuccokat, amiket nem tud beolvasztani, hisz az érceket. 13 tungstenor van, abból bizony 26 gyémánt lesz. Ah, csak ezekből tök jó. Na jó, tudod mit? Majd inkább lecraftolom azt a trinketet, és akkor az inventorimba majd átalakítja. Érted? És akkor egyszerre két helyen fognak alakulni. Cuccok. Na, az ahhoz mi is kell? Nem. Húisten, milyen neve hirtelen feltettem. És pillanat itt átmegyek. És mindjárt megnézem. Jó, de megtehetjük lehet, hogy a részek között is, amíg ez itt szépen át... Hát ez bele fog férni egy részbe, ha gyorsítjuk. Hát... Jó, most tartom 20 mondod. Percnél, úgyhogy ebből lesz 10 percnyi gyorsítás. Megvan. Akkor rendben. Na, mert igazából végig is megtehetjük, és akkor ez most picit rövidebb rész lesz. Mert most még úgyis el leszünk itt egy darabig, úgyhogy akkor szerintem ezt a részt is zárhatjuk ennyivel. Ja, főleg úgy, hogy igazából ennek a videónak a fő témája tényleg egy újabb boss legyőzés volt, az hát így kiegészítésként, az hogy ja. Még tudtuk szerezni. Annyi még, hogy akkor ezt a Gem of Eternal Destiny-t itt lecraftolom, és azt még bemutatom, így kell craftolni. 5 diamond, 2 dark matter, fogadjunk, hogy megint is dark matterünk mi. Természetesen. Hát igen. Jó is lenne, hogy csak úgy kapásban lenne. Várj, akkor... Készítek én? Vagy... Nem készítesz? Tudom. Azt megköszönöm. Készíthetnénk hármat, mert most ugye csak kettő kell, de egy legyen tartalékba, hogy következőnek ne kelljen izéit szenvedni vele, hanem csak berakjuk és MC-t tudunk konvertálni, hova mész. Kicsit lekanyarodtam oda is, de aztán gyorsan ez úgy voltam, hogy... Szóval, akkor csinálhatnánk hármat. Ez jó lenne. Uha, ó. Vissza. Úgy, de megszoktam már ezt a terráriás pak szétszedést. Ez alatt miért értesz? Hát az, hogyha jobb klikkelek most egy... Ja. És persze, hogyha megint X-kével nyomtam az inventory-n megnézésére. Na igen, az nehéz visszaszokni arra, hogy ne azt nyomjon az ember. Igen, tehát hogyha jobb klikkelsz egy pakra, akkor ezt itt most külön szedi a helyet, hogy... Ahelyett, hogy egy darabot szed neki belőle, mint a terrariába. Rúgom. Picit visszateszek a gyémántra. Azért maradjon bőven. Van még az inventorinkban kb. 100 gyémánt vagy családánkban. Már csak 64. Azért fogy. Azért azt el kell ismerni, hogy gyorsan szerezzük, viszont gyorsan is fogyasztjuk. Úgyhogy... Ez így a sima Minecraftosoknak, akik sima Minecraft-tal játszanak, lehet, hogy először ilyen hű, de nagy látvány, hogy uram Isten, több mint 100 gyémántunk van, de ez tekitben finoman szóval semmi. Szóval 100 gyémánt a tekitben az egy ilyen kezdőcsomagnak mondható. Itt majd ezres nagyságrendekben lesznek a gyémántok, amikor már olyan szinten leszünk, hogy Red Matter, úgyhogy... Ott már a gyémánt stackokat fogjuk számolni, hogy hát 15 gyémánt stack, és így... Jó lesz az, jó lesz. Más világ van itt, mint a sima Minecraftban. Itt a három Dark Matter. Hm? Yeah. Kettőt átpasszolhatnál egyet meg, akkor belehet a táskába. Átpasszolhatnál? Oh, thanks. És akkor egy bemehet az értékes ládába. Ne ebbe, hanem a bizébe. Ahol a ércek vannak, és akkor ha kell, akkor azt majd meg tudjuk csinálni. Szóval akkor ennek az elkészítéséhez kell még kettő darab obsidian. És öt darab gyémánt. Így, né? Nos, és akkor így kirakjuk a gyémántokat. Így az obszidianokat, így pedig a Dark Matter, és így. Ah, milyen szép látvány. A kis gemünk, ki is vesszük, és ez is ugyanúgy lehet aktiválni, azt hiszem ezt is G-vel. Mindjárt megnézzük. Igen, ez is lilává változott ugyanúgy, és ezt berakom szépen ide a táskámba, és akkor most berakunk még egy adag cuccot, hogy én is, ezt be is mutassam.
kiveszek mondjuk pár sort, ígyni. És akkor ezeket mind berakom ide. És akkor láthatjátok, és az a jó ebben, hogy ez nem úgy, nem szarozik idézőjelben, ez egy instant váltja, úgyhogy látjátok, ennyi idő alatt már is 9 gyémánt, ez most igazából, tudom mit, nézd meg te is. Tessék. Tök jó. Nem lesz jó, ki kell kapcsolnom előbb a Black Hole Bandet, kiveszem, kikapcsolom, na és most tudok csak eldobni valamit. Tessék, rak be a alchemical cuccodba, begedbe, innen vegyél ki pár cuccot, mondjuk pont elfogytak, de dobálj, már el átpasszolok, még sikerült párat kimentenem. Kösz. Tungsten, azok majd sokat fognak dobni, így. És pont a tungsten-t szerintem, nem mindegy, az wow. Is elég. És akkor láthatjátok ott, hogy tök jó. Így gyorsan átalakítja. Na és akkor ebből adódóan ugye soha nem tud megtelni az inventory, és ezt összekombinálva azzal a gyűrűvel ugye, ami még nálam van, azzal úgy nagyon-nagyon jó tud lenni. És akkor így, ugye amikor szedem fel az anyagot, nem kell 10 perc bányászás után feljönni, amiatt mert tele az inventorim, és hát a táskám, hanem ezt is szépen berakom, és ez egy vas, meg egy gyíment. Amit visszaszív, nem? Én nem én szívtam. Okay. Tessék, jó. Hát ez így szóval, elég hogy, hasznos. Igen, ez így működik. Felszerelés. Mert lehet, hogy ezeket a bányászásokat innentől kezdve részeken kívülre időzhetnénk. Pont kereken. Hiszen most már tényleg annyit tudunk lennidőzni, amennyit csak akarunk. Igen, igazából most már tényleg fákja és kaja van elég, akkor onnantól már nincs más. Gyakorlatilag ez, még fákja se kötelező, meg kaja se, de... Lehet, de hogy szerintem ez... én a következő részt azt csinálni, hogy az egészet végig. Igen, ja. Nem volt hát elég ez a két rész. 20 perc rész, az mondjuk felgyorsító 300%-ra, az 60 percnyi bányászni. És az alatt mondjuk összeszedünk már red matternyi cuccokat. De jó. És az már a következő szint. Legalábbis abban már összeszedünk annyi dark mattert, hogy akár dark matter armort is csinálhatunk, ami mondjuk annyiban rossz, hogy nem tudunk repülni, viszont az közel 100%-os immunitást ad a damage-re. 100%-ot ad a lávára, meg ilyenek, szóval, hogy meg tudunk egyéb varázs cuccokat csinálni, több felszerelést, úgyhogy szerintem egyrészt rááldozhatnánk arra. Jó, hát én mondjuk almondó vagyok, hogy inkább részegen kívül, hiszen igazából a lényeget azt látták szerintem ebből a két részből gyakorlatilag. Igaz. Hát ugyanezt folytatni még részekig én azt mondanám, hogy inkább részeken kívül, hogyha valakit nagyon-nagyon érdekelnek ezek a mit tudom én, mit csak az... Bányászat, nem kevés ember van, aki azt élvezi nézni, úgyhogy... Az meg néztem meg kétszer ezt a videót. Igen, és akkor biztos lát elég bányászást, bár nem hiszem, hogy... Hát akkor... Ez olyan érdekes dolog lehet. Na hát reméljük akkor ez a rész is segített a tekit megismerésébe, és folytatjuk a következő részben. Jaja, sziasztok! És hát sziasztok!